Ugyanúgy kezdte a tavaszi szezont a kisvárdai futballcsapat, ahogyan az őszit befejezte, azaz két vereséggel. Először soroksáron kapta ki egynúra a várdaiak, majd egy elhalasztott mérkőzést követően, a legutóbbi fordulóban felcsúton a Puskás Akadémia szintén egynúra győzött Révész Attila csapata ellen. A mérkőzés képe alapján könnyen születhetett volna fordított eredmény is, legalábbis így látja a kisvárdaiak védője Fodor Ferenc, aki egy szezont játszott felcsúton is. Nagyon fájó volt a vereség, mert főleg az első fél időben úgy érzem, hogy domináltunk, meg voltak a, a lehetőségeink, nem sikerült őket góra vált, nekem is volt egy, egy kihagyott fejesem, ennek tükrébe, hát fájó a vereség, de igyekszünk javítani a jövőben. Mondjuk nehéz meccseink voltak, nem jól jöttünk ki belőle, de azt gondolom, hogy erős a keret, jó a csapat, és, és ki fogunk ebből a kis, kis gödörből lábalni, és meg fogjuk nyerni a soron következő meccset. A soron következő mérkőzést hazai pályán a Kozár Misleny ellen játszik a Kisvárda. Fodor Ferenc jól ismeri a vasárnapi ellenfelet, mivel a Pécsi születési játékos a szomszédos Kozár Mislenyben is eltöltött egy évet. Én parázsmecsre számítok, ugye a Misleny legutóbb nyert, összeszedett társaság, biztos, hogy küzdelmes mes lesz, ami a pályatalaját is illeti, illetve azt, hogy nekünk most már kötelezően nyernünk el a hétvégén. Hát bízom benne, hogy végre meg lesz az első három pont idén. A Kisvárda Mastergúr Kozál Misleny mérkőzés vasárnap 14 óra 30-kor kezdődik a Várkerti pályán. A forduló további párosítása a következő Siófok Nyíregyháza Spartakusz, Szeged Soroksár, Cigánt Budajos. Vác Cegléd, Mosonmagyaróvár Dorog, Békés Csaba Szolnok, Csákvár Balmazújváros, Zalaegerszeg Rosics Akadémia és Sopron Puskás Akadémia.